Véletlenül lett tűzoltó, de nem bánta meg. Sós József 2 évtizedes tűzoltó múlttal rendelkezik. Szolgálatát 2001-ben kezdte beosztott tűzoltóként a szolnoki hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokságon. Az évek során folyamatosan bővítette szakmai ismereteit. Rendszeresen részt vesz az állomány, valamint az újonc tűzoltók képzésében, a szolgálatban és azon kívül is példamutató magatartást tanúsít, mellyel a hivatásos szolgálat elismertségét növeli. A zászlós az évek során több jelentős káreseménynél mutatott helytállást, többek között a Hetényi Géza kórház alagsorában 2003-ban kitört tűzesetnél is, ahol bajtársaival együtt mintegy 250 embert mentett ki a füstelteli épület tömbből. Sajnos fájdalmas dolgok vannak, ugye a baleseteknél sajnos azok csúnya dolgok. A szép dolog, idézőjelben szép dolog, ugye ez kórháztűz is annak idején azért csúnya dolog volt, de a csecsemőket menteni, szállítani őket, az egy csodálatos dolog volt. A Szolnok tűzoltó díjat Szalai Ferenc polgármester adta át a zászlósnak. Nagyon szépen köszönöm a munkáját, egészséget kívánok. Ez volt az első alkalom, hogy városi kitüntetéssel ismerik el a lánglovagok munkáját. Mindenképpen meg kell emlékezni a tűzoltókról, a tűzoltók munkájáról, a katasztrófavédők munkájáról, hiszen az ember nap mint nap hallja a tűzoltóautókat jönni-menni hitetlen sivítással a városban, balesethez mennek, tűzesethez mennek, és mindenki biztos lehet abban, hogyha ott van a katasztrófavédő, vagy a tűzoltó, akkor meg fogja tenni azt, amit ippeg lehet azért, hogy az életeket megmentse. És azt gondolom, ez a legfontosabb. Életeket mentenek, mi pedig biztosak lehetünk abban, hogy a sikerrel teszik, hiszen ezt bizonyítják évek hosszú sora óta. Az eseményen megemlékeztek dr. Hoffmann Imréről is. A nemrégiben elhunyt tűzoltó altábornagy kezdeményezte, hogy legyen Szent Flórián szobor Szolnokon. Szalai Ferenc az ünnepségen elmondta, már a helyét is kinézték az emlékműnek, így hamarosan újabb szoborral gazdagodhat a város.